Farkasdi József vagyok, Paks az én városom. 1945-ben születtem Pakson a Dózsa Györgyúton házi szüléssel, és a Kalmár házban, ami a posta után való épület, abban a házban születtem, még ma is áll, az, úgy tudom, hogy emlékelő jellegű épület, talán meg is marad örökre. Unokáim majd később emlékeznek rá, hogy apa ott született. Fodrász dinasztiából származom, mert nagyapám Farkasdi Zsigmondnak hívták, az fodrász volt, édesapám szintén fodrász volt. A Feri bátyám, a édesapámnak az öccse, szintén fodrász. Ő neki két lánya, az Éva és az Edit is fodrász, úgyhogy én is fodrász lettem. Hát most már a fiam is fodrász, meg a kedves feleségem is. Úgyhogy vagyunk egy páram még, akik élünk, hát ugye az idősek szülők meghaltak sajnos. Édesapám sok munkája volt, és befogott engem, mint a borotválás előtt szappanozni kellett a vendégeket, és én voltam a szappanozó, és utána le kellett mosni, hogy a szivacsa, még annak idején a borotválás után ezeket az előmunkálatokat, meg az utómunkálatokat, azt én végeztem el. Hát először nagy kedvet csináltam, később már nem annyira, mert hát a többiek mentek szombaton például játszani, focizni, meg akkor be kellett mennem az üzletbe, a szombaton sok vendég volt, és akkor még vasárnap délelőtt is, akkor még nyitva voltunk vasárnap is, és akkor én szappanyoztam a fater borotvát, én meg lemostam a vendéget, akkor ő végzett a borotválásra, és utána folytattuk, kezdtük előre az egész tatuárjukat. A Pamacs nevet rám ragasztották, mivel mindig Pamacs voltam, ugye még nem is voltam tanuló, már akkor befogott a fater, és így kaptam ezt a becenevet. De nem haragszom érte, nagyon szívesen hallgatom, mai napig is. Szombaton elmentem, akkor mondta, hol a Józsi, hol a Józsi. Hát elment fotballozni, hát jó, annyi vendég van, azt mondja, de még nem voltam tanuló, mondom, még általános iskolás voltam, és hát lejátszottuk a meccset, azt hiszem, nem is tudom már, kivel játszottunk egy meccset, egymás között vagy valahogy, és akkor nagyon mérges volt édesapám. De hát muszáj volt elmennem, mert nagyon szerettem a focit. Hát a gyerekkoromban a Hattyú utca még nem volt nyitva a főutcára, és ott lebontották azt a házat, ami most a rendőrség és a kínai épület mögött van. Ott egy ház volt, és azt lebontották, és azt Rombút háznak nevezték. Leveztük el mi, és akkor ott volt egy tér, ahol fociztunk éjjel-nappal szinte, és akkor hát ez így ment ott, főleg szünetekben, iskola szünetekben. És volt ott szemben egy dédász, azt hiszem dédász volt ott, és egy lovas nevezetű főnöke volt, és az mindig nézett bennünket, hogy focizunk. Hát nem volt ugye fotballlabdák, hát ilyen kis gumilabda, vagy valami vacak labdáink voltak. És akkor mondta, hogy fog verni a cégen köröztül egy focilabdát, és akkor azt odaadja nekünk, és mikor végzünk, akkor mindig berakjuk oda szembe a házba, és akkor minden nap megkapjuk, amikor akarunk játszani. Akkor toboroztak csapatot, és akkor sokan jelentkeztünk, vagy nem is emlékszem már, hogy volt pontosan, de a Paksi úttörő csapat volt. A Paksi Kirizsinek a szárnyai alatt onnan kaptuk a szerelést is, és Peresztegi Józsi bácsi volt az edző, akkor végre emlékszem a Bányai Lajos, a Sipos Jóska, meg Váci Laci, most mindenkit nem tudok felsorolni hirtelen, ők ott nevelkedtünk egy darabig, és azt utána hát kerültünk fel az ifjúsági csapatba, akik fölkerült volt, aki a bajta, legtöbben azért fölkerültünk az ifjú csapatba. Én 1960-ban lettem tanuló édesapámnál, és hát ott is szabadultam fel, Dunaföldvárra jártam a szakmai ismeretekre, Pakson a közismereti tantárgyakat tanították, és Szekszárdon voltak a szakmai vizsgák, oda jártunk le, és mikor elvégeztem, akkor maradtunk ugyanígy, ugyanott a Kalmárházban, még Görzsölyörd 40-ben, egészen 64-ig. A feleségem hozzánk jött egyszer, bejött az apámat, kereste édesapámat, és mondja, hogy ő tanuló szeretne lenni. Hát mondom, itt nincs itt a fater, majd jön, aztán majd megbeszéljétek. És akkor jött, és akkor mondta, hogy ide szeretne jönni tanulónak. Aztán az lett a vége, hogy a végén ő lett a feleségem, ott tanult nálunk. 71-ben ősültem, és 74-ben kerültünk ide. Itt építettünk egy lapos tetejű 9x9-es épületet, amiben aztán teljesen a kedves feleségemmel nyitottuk a fodrász üzletet. Múlt az idő, és a fiam is a szakma fele kacsingatott, és hát ide vettük tanulónak. Itt végezte elő is a
a tanuló idejét, és akkor is fodrász, most is mai napig is együtt dolgozunk itt hárman. Úgy vagyok vele, hogy amíg én bírom, egészségem engedi, addig csinálom. Meg van vendégem is, hála Istennek azért van, úgyhogy addig csinálom, amíg bírom.